Igazából nagyon masszívan védekezett a kozár Michelin, nem nagyon tudtuk feltörni őket, összesen két tiszta helyzetet dolgoztunk ki a meccsen. Igaz, hogy az egyik napnél a bírónak 11-es kellett volna adnia, de hát nem ez volt a lényeg a meccsen. Két tiszta helyzetünk volt, és azt gondolom, hogy kevés. Meddő volt azért ez a mezőny fölé. Második fél időben a kis fiatal Szőlősi Tamást pályára küldte, sokkal jobban sikerült számára ez a mérkőzés, mint múltkor a Gyirmot elleni találkozó jövő csatára lehető baján, ugye? Hát a múltkor egy picit is kisebb sérüléssel játszott, tehát az is hátráltatta, most azért szerintem nagyon jól szállt be, nagyon jó egyéni megmozdulásai voltak, nagyon jól hozta magát a helyzetbe, örülök ennek legalább a vereség mellett, hogy a Tamás jól mutatkozott be ma is.